A jazz az utóbbi években egyre népszerűbb zenei ágazatnak számít, Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetségének elnöke szerint. Egy hatalmas dolog nem csak egy városnak az életében, hanem egyrészt ugye a magyar jazzben is, tehát ez egy nagyon egyedülálló történet, és mindig jó átélni, elmenve ezekre a vidéki helyszínekre azt, hogy ne csak Budapesten történjék a jazz, hanem vidéken is, és ez mindig attól függ, hogy helyi szinten van-e egy-egy olyan lelkes szervező, vagy a műfajnak egy olyan elkötelezett híve, aki ezt végig tudja vinni, mint itt Kanizsán például Halász Gyula. Hát, hogy pontosan mik a történések, arról ő többet tud mesélni, viszont én elmondanám, hogy mit hoztunk mi. A Magyar Jazz Szövetségnek van egy mentorprogramja, az Év Fiatal Jazzzenésze mentorprogram, és a programban két fiatallal érkeztünk a mai műsorba, Sárközi Edina fog énekelni, és Majsai Roland pedig dobolni, és őket mi idősebb zenészek kísérjük majd. Ez a hetedik évadjának a programnak, és ez egy nagyon, nagyon különleges dolog, mindig januárban egy döntővel indul, ahol az oktatási intézmények delegáltjaiból választjuk ki a legrátermettebbeket. Van egy szakmai díjas, ő lett most Edina az idén, és van egy közönségdíjas a Roland személyében az idén. És azért lényeges ez, mert ezeknek a fiataloknak egy évig segít a Magyar Jazz Szövetség abban, hogy a karrierjük elinduljon és kimondtakoztassa a fiatalok karrierjét. Média megjelenéseket biztosítunk, koncerteket szervezünk, jazz táborokba mennek, ilyesmi. Én azt gondolom, hogy megy előre az egész. Tehát azért nagyon bizakodó vagyok. Tehát ami a média megjelenéseket illeti, vagy éppen a kulturális kormányzatnak a jazzhez való hozzáállását, vagy éppen a közönség körében ennek a műfajnak az elfogadottságát vagy a népszerűségét jelenti. Volt egy mélypont szerintem, de most jövünk ki a gödörből, és egyre népszerűbb a műfaj. Halász Gyula, a Magyar Jazz Szövetség tagja úgy fogalmazott, Nagy Kanizsa volt a hazai jazz élet egyik fellegvára. A Nagy Kanizsai Jazz Club 50 éves évfordulójára emlékezünk, és ez azért fontos, mert az ekkor megalakult, tehát 1972-ben megalakult Jazz Club olyan színvonalas programokat épített fel, ami később a jövendő jazzfesztiválok alapját is képezte, és a Magyar Zeneszerzők Szövetségének jazz szakosztályának Nagy Kanizsa volt az egyik regionális központja. Tehát tulajdonképpen ekkor elindult egy folyamat, ami megalapozta későbbiekben az, hogy Nagy Kanizsa lett a hazai jazz élet egyik fellegvára. Tulajdonképpen a Jazz Club életében két korszakot különböztetünk meg. Az egyik 72-től 88-ig tartott. Itt egy nagyon komplex műsor struktúra, klubélet zajlott, hiszen az előadások mellett lemezbemutatók, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások is zajlottak a koncertek mellett. Ez a folyamat 88-ban megtört, és utána is működött a Jazz Club, csak más helyszíneken, más szervezeti formákban. Itt megemlíteném a Kinizsi utcában a Jazz Cafét, a Zoom-ot, az Ikvas Klubot, a mostani vagyongazdálkodás elődjének a klubját, a Hely Klubot, ami kifejezetten ifjúsági klub volt, és ide is visszatért a Jazz Club, illetve a régi helyére az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házba. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez az 50 év nem csak az alakulásnak az évfordulója, hanem a működésnek is az 50 éve. A jövőre nézve azt tudom mondani, hogy rengeteg fiatal, tehetséges jazzzenész van, és nagyon klassz dolog, hogy most a zeneiskolában is ez még tovább erősödött, hiszen Kém Sándor hazatért Nagy Kanizsára, ő Rotterdamban tanított sokáig, és most a hazai, illetve a nagykanizsai jazz életben
fontos szerepet tölthet be, ugyanúgy, mint a Tibor Civán a Cserfői Jazz Klubjában. Én azt gondolom, hogy a fiatal generáció képes lesz arra, hogy ezt a hagyományt, amit ebben az 50 évben teremtett Nagy Kanizsa, ezt tovább vigyen. A Magyar Jazz Szövetség mentorprogramon keresztül támogatja az ifjú tehetségeket a karrierjük elindításában. Igazából nem zenész családom van, bár ez nem teljesen igaz, mert a nagybátyám ő rockbasszus gitáros, és egész gyerekkoromtól kezdve ő vette át úgymond az én zenei nevelésemet, sokat jártam át hozzájuk, és rengeteg sok zenét mutatott nekem, és mindenféle stílusban, úgyhogy tekintve, hogy ő egy basszusgitáros, például Richard Bonnell-nak a lemezei előkerültek, ami nekem már akkor rendkívül inspirálóan hatott, az, ahogyan a jazzt az afrikai népzenével keveri. Úgyhogy végül, mivel annyira a jazznek nem rajongója, ezt nekem kellett végül később megtennem, hogy a saját kutatásomat megtegyem, és hát pozitív visszajelzéseket kaptam, és talán eddig ez a verseny volt a legpozitívabb, hogy jó úton járok. A jubileumi rendezvényen szép számmal vettek részt az érdeklődők. A koncert idejére teltház volt a Honvéd Kaszinó tükörtermében.